A Comedy Central és a Duma Színház bemutatja. A Comedy Club ma esti adásával. Dombóvári István, szóra sem érdemes. Sziasztok, jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a világot jelentő és kellőképpen megerősített deszkákon. Nézzétek meg az outfitemet, aki látott már tévében, azt tudja, hogy mindig ezzel indítok. Tehát most hetero stylistunk van, ők még újak. Most már jó nyomom, tehát most már a színeket jól kiválasztották rám, de általában panoptikumra sminkelnek. Mennyire látszanak az arcvonásaim? Tehát kiállok Madame Tussauds, dobálják a lóvét. Régen más volt, a régi tévéműsorokban egészen más volt. Felgyorsult azóta az élet. Nagyon-nagyon-nagyon. Egy pár kilót lehet, hogy ledobtam, volt, amikor vissza is jött. De soha semmi ruha nem volt jó rám. És azokat a szép, csillogó zakókat nem tudták rám adni soha. Engem bántott, de nem tudtam tenni ellene semmit, mert enni meg szerettem. És én javasoltam a stylistnak, hogy vágjuk fel a kabát hátulját, és akkor összeér az eleje. És a stylist ennyit mondott, hogy nem rongáljuk a kelléket, butus. Nem esett jól, azt egyszer csak látom, hogy röhög rajtam, de úgy rendesen ez. Kérdeztem, mi nevetsz? Azt mondta, eszembe jutott rólad valami vicces. Tudom, neked rólam? Mi? Ennyit mondott. Neked az igazolványképedet egy körzővel meg lehetne csinálni. Gondolkodtam egyet, és frappánsan válaszoltam ennyit, hogy te meg buzi vagy. Nem lettem sokkal érettebb. Viszont szép ruha van rajtam, tök jó. A ruhaválasztás nagyon fontos. Nagyon nem mindegy, hogy hova, mibe mész. Az sem mindegy, vérvételre mibe mész. Jártál már úgy olyan nyomorult szerencsétlen módon, mint én, hogy a vérvétel pillanatában, amikor leülsz, és a védőnő ölébe rakod a kezedet, már beléd szúrják a tűt. Abba a pillanatban veszed észre, hát hogy mondjam szépen, na, hogy retkes a könyököd. Már nem tudtam mit csinálni. Megvan az összenézés, amikor látod a szemén, hogy kis piszkos. Próbáltam elütni valamivel ügyesen. Ennyit mondtam a néninek, hogy az a helyzet, hogy új a póló, most szöszöl. Ennyit mondott a néni, hogy rendesen összecseszte a nyakát is. Ez olyan szörnyű. A pályám elején elfelejtettem így belőni, hogy mikor hova megyek. Annyira fontos tudni, hogy a közönség kikből tevődik össze. Legalább körülbelül. Megérkeztem egy kedves kis fellépésre. Csak csajok voltak, ilyen fiatal, csinos csajok, mint ti, de faszik nélkül. Sehol egy csávó. Az jó, azzal nincsen semmiféle baj. Mondom, mi legyen, indítok egy viccel. A vicc az mindig egy ilyen feszültségoldó pillanat az elejére. Mondom a csajoknak, hogy képzeljétek el, fiú meg a lány ülnek a parkba, lány a fiú ölében, gyengéden a srác fülébe súgja, hogy ha összeházasodunk, három gyönyörű gyerekünk lesz majd. Két szép kisfiú, meg egy kislány. Na, a fiú egyből kiózanodik. És ennyit mondta, hogy honnan tudott ezt ennyire előre? Mire a lány? Jelenleg éppen anyám vigyáz rájuk. Nem mondom, hogy a világ legnagyobb vicce ez, de úgy rohadtul nem rögött rajta senki, de kurvára, tehát egy nyikkanás nem volt. Volt már egyszer ilyen. Azok németek voltak, nem számít. Úgy tettem, mintha profi lennék. Gördítettem tovább a műsort. Ez egész jó lett egyébként. Úgyhogy a végén odajött hozzám a megrendelő, megköszönte a viszonylag tűrhetőnek mondható műsort a saját nevében is, meg az anya otthon összes lakója nevében is. Nagyon nem mindegy, hova mész. Ezt így pontosan be kell lőni. Én a táblákat sem tudom értelmezni. Nagy bevásárlóközpontban gondolom ti is jártok sokat. Mindenhol van már önkiszolgáló kassa. Nektek is feltűnt, hogy áll mellette egy pénztáros? És ráköszöntem a pénztárosnél, hogy csókolom, ő meg... Hö! Megdöbbent, mert hát ő technikailag nincs, tehát őre nem köszönnek. És kérdeztem tőle, hogy ha ez önkiszolgáló kassa, akkor önnek tulajdonképpen mi a feladata? Feltolta a szemüvegét, rám nézett, és ahogy nyílt a szája, látszott, hogy egy évnyi harag jön ki belőle. És ennyit mondott, hogy kijavítom, amit maguk elbasznak! Hibáztam. Az ember belátja a hibáit. Nagyon fontos, hogy ne mindig lökd el magadról a felelősséget. Sose voltam sportrajongó. Még tévébe se szerettem nézni. Mikor volt a foci EB? Hát évekkel ezelőtt, amikor mi is kim voltunk. Mindenki nézte, munkahelyről eljött. Nézték otthon, haverokkal, kocsmába, emlékszel rá? Én meg úgy voltam vele, most, hogy senki sincs az utcán, elmegyek bevásárolni a CBA-ba. Mindig zavart, hogy rohadt sokan vannak benne. Senki nem volt benne, senki. Olyan polcok kerültek elő, amiről nem is tudtam. Bemegyek a húspulthoz, mondom, csókolom 15 deka téli szalámit, kérek szeletelve. Néni így néz rám, azt mondja, maga itt. Ilyenkor, amikor a magyarok fociznak?
Én, ha tehetném, otthon lennék. Oké, nem is vettem semmi más. Megyek a pulthoz, megyek a pénztárhoz. Nem kérek semmit, ezt fizetném ki. Annyit mondott a pénztáros néni. Hazaáruló. Én most már innentől foci rajongó vagyok. Én benne akarok lenni a nagy tömegbe. Én nem szarozok ezzel többet. Jó, a foci tényleg népszerűbb, mint bármi más. Ha mondjuk ritmikus sportgimnasztika világbajnokságban, nem csesznek le a boltba ugyanezért. Sőt, ha sakk VB van, nem fog senki leordítani. Maga itt? Mikor huszár F4? Ilyen nincs. A foci sokkal népszerűbb. Úgyhogy otthon maradok és nézem tévén, az a biztos. De a tévé se az igazi már. Annyi reklám van még mindig. Oké, tudom, kereskedelmi tévé, azt tartja el. Láttam egy ilyen reklámot. Azt mondja a szép hangú ember, hamarosan Magyarországon is kapható az új férfi intim betét. Magyarázó szöveg a nagy vizeletvesztés esetére. Miért baj az, ha elveszik? Hát hagyj menjen. Őrzöd? Szinte látom a következő vészhelyzet első epizódját magyarul. Tolják be a faszit. Mi történt vele? Rengeteg vizeletet vesztett. Azonnali húgyátömlesztésre van szükség. Meg van ez a dohányzásról leszoktató cukorka. És öngyújtó alakú dobozba van. Ez csak szerintem hülyeség? Pont azt mutogatja neked, amit szeretnél elfelejteni. Dumáltok így a haverokkal. Na, hogy állsz, Lacikám? Nem, leszoktál? Föl egy hete rá se gyújtottam. Tessék, parancsolj, itt egy leszoktató cukorka. Nézegeti. Eszembe jutott az öngyújtó. Ez olyan, mintha egy erényövre kívülről rárajzolnál egy pinát. Ennyi értelme van. Ez mind bolond. Észrevettétek, hogy mostanában senki nem haknizik azzal a sztárok közül, hogy sitten vannak. Azért régen azért ment a pörgés. Egy tóki, egy damu be, aztán cseréltek. Emlékeztek Ufó Zsoltira? Ő is jól tolta. Ő is bekerült. Hát ugye szerelem doktor volt, csak ő ezt stütiségbe értelmezte. Azért amikor meg felcsendült, tényleg ott vagy egy ilyen helyen, felsőágyos vagy rögtön, és megismernek a Bravo újságból, az nem olyan szerencsés. Amikor elkezdik dudorászni neked a Napolaj című dalt, vagy az akarok egy férfit. Megszólal egy ilyen borízű hang a hátad mögött, hogy gyere szerelem, doktor, gyógyíts meg a szívem. Az nem olyan egyszerű. Olyan hülye tévéműsorok vannak. Figyelj, most néztem ezt az Ázsia Expresset. Az a lényeg, hogy a Liu Shaolin srácot, az olimpikonunkat, meg a tesóját kivitték Ázsiába. Azt a kurva eget. Két ázsiait kivittek Ázsiába. Szinte alig várom már a Fekete Pákó Afrikában című műsor. Győzik-e Indiában? Fodor Gábor vissza a Fideszbe, Fási Ádámot az anyjába, ilyeneket hagyd menjenek. Hogyha alkotmányünnep van, akkor nekem most már nem Szent István jut eszembe, hanem Ákos. Ő mindent visz. Idén Ákos minden díjat megkapott. Egyedül az ország tortája nem ő lett. De minden más vitt. Hát tudod, milyen a sütemény. Kinek a diós, kinek az Ákos. Jó, ne szidjuk a tévéműsorokat, mert ugye én is abból élek nagy részt. Rengeteg tévéműsor van, ami már ilyen 15-20 éve van a tévébe. Most vettem észre, hogy nemrég lett vége a Való Világ 9. szériájának. 9 lement. Próbálom értelmezni, amit látok. Próbálom megérteni a szereplőket. A sok egyforma fejű fiú, meg a sok egyforma szájú lány, ahogy próbálnak kommunikálni. Mondja a srác, hogy a lány meg... És ők értik, mit mond a másik, pedig nincs felirat. Olyan, mintha egy csomó hörcsögöt beraktak volna egy cipős dobozba. Jó, megrázták. Még levegőnyílás se kell, mert ugye levegő csak az agysejteknek kell. Ne álszenteskedjünk. A régi Való Világot, Big Brother-t én is néztem. Azt néztük. 20 éve ment le az első szezon, emlékeztek rá? Azért mindenki nézte. Mindenki álszenteskedett. Nem, dehogy is. De én emlékszem rá. Végzettségtől, életkortól függetlenül mindenki súgta a másiknak, hogy nézitek este. Jaj, nagyon izgi, jaj, menjünk, siessünk haza, mert a Marcsi újja összeért a fecóéval, jaj. Szövődik a románc, jaj. Ez volt akkor. Most mi volt utolsó Való Világ szériába? Eleve álló farokkal mentek be. Azzal nyitották a kaput. Csak az első 3 napban annyi szexelés volt, hogy ha romantikára vágytam, kénytelen voltam átkapcsolni a Hustlerre. Ezekben a régi erotikus filmekben mindig volt egy ilyen szaki vonal, emlékszel? Ilyen szakmunkás vonal, legalább te emlékezzél már, emlékszel rá, ugye? Mindig úgy kezdődtek ezek az NDK-k és erotikus alkotások. Ha véletlen nem strüsszivadásznak öltöztek, akkor a frau kihívta a vizest, ugye jött a dugulás elhárító szakember. Egy csippendél faszi, akin csak egy kezes lábas volt, semmi más. Nekiálltak. Hány szegény magyar háztartásbeli nő gondolhatta, hogy így lehet szexhez jutni? Kihívta a vízműveket. Kijött a beles mappás, megpiszkálta a szifont, és még ki is számlázta. Annyi mindenről lehet olvasni. Hisztek a reinkarnációba? Hogy új életünk lesz majd valahol?
annyira félek, tudod, mitől félek igazából, hogy a devizahitelt át lehet vinni a következő életre. Milyen szar lehet majd, amikor a tarajos gőteként állunk az OTP-be sorszámért? Nyugi, addigra már mögötte is azok ülnek, nem probléma. Rengeteg mindenre használják a technikát. Emlékeztek erre a Pokémon szoftverre, ami nagyon menő volt egy pár évvel ezelőtt? Mindenki kereste ezeket a vackokat. Ide, és képzeljétek el, Amerikába bekéreckedtek lakásokba, nénikhez. Nem törtek be, csak bekéreckedtek. Látod így Bronxban magad előtt, hogy kezdj csókolom, kis nagy csád! Engedjen már, mert nagyértékű Pokémon van az ön lakásába! És a nénik jóhiszeműen beengedték őket, ők meg szépen elvittek mindent, amit tudtak. Ha még tovább tartott volna, én olyan szépen megnéztem volna, hogy mondjuk felüti a fejét ugyanez Borsodba. Kicsikezi, csókolom, ott a Pikachu a sezlonyon. Bevennék érte tesókkal, nem nyúlunk semmihez. Érdekes témák ütik fel a fejüket mostanában. Nagyon sokat olvasni a felelős állattartásról. Érdekes, hogyha bent a lakásba tartasz állatot, az egyfajta küzdelem. Te azt hiszed, hogy jót csinálsz. Az állat meg menekülne. Te ott tartod, ő meg próbál menekülni. Tudod, mi zavar engem a legjobban ebbe az egészben? Az, hogy az állatnak sokkal többet szabad, mint egy embernek. Nem ugyanazok a jogaink. Mondjuk képzeld el, van egy Laci nevű szőrös barátod. Mindenkinek van egy Laci nevű szőrös barátja. Olyan is vagy ő maga az. Megvan dumálva, Laci nálatok alszik egy éjszaka. Stimmt? Reggel arra jössz ki, hogy Laci seggpucéran, ott ül a konyhaasztalon. Finom a homorít. Nyalogatja a saját tökeit. A popója meg rá van cuppanva az asztallapra. Mit mondasz neki, akármilyen régi barátok vagytok? Lacikám, öltözzél föl. Húzzál le, most egy darabig ne gyere. Az se baj a soha. Azt tart nyugodtan, vidd magaddal, arról mi már többet nem eszünk ebbe az emberi életbe. A macska ugyanezért mit kap? De nézd már, milyen cuki! Egyem a pici szívét neki! Tudod, mennyi a Tinderen a max életkor a csajoknál? 55 év. Bekapcsoltam. Egy héttel később randiztunk Manci nénivel. Nem volt köztünk semmi, de isteni befőtet csinál, azt kell, hogy mondjam. Állatokat mostanában munkára fogjuk. Szinte minden állattal lehet dolgoztatni. Ez nem szép dolog. Hol van már a lovaskocsi meg a szamaraskocsi? A legtöbb wellness szállóban van ilyen, hogy hal pedikűr. Láttad már? Be kell dugni a lábadat, és akkor a kis pirannyák nekiállnak, leszedik a bőrt. És én múltkor mondtam, hogy sokallom én azt a 8000 forintot per 30 perc. Mondtam az ott dolgozónak, hogy mi lenne, ha csak az egyik lábamat lógatnám bele? Akkor fele annyi a lóvé? Azt mondta a csávó, így is dolgozik az összes hal. Nem egyszerű ez. Én nem dolgoztatom őket. Én inkább járok fellépni, továbbra is. Nagyon érdekes, 15 éves a Duma Színház, és legutóbb összesítettük, hogy mik voltak a legextrémebb fellépéseink. Nekem is volt egy pár. Képzeljétek el, egy ilyen bob pálya, ilyen csőbob, ami le kell siklani, tudom, a szánkó, csak csövön megy. Azt találtak, hogy születésnapjára megrendelnek engem, de ne csak felmenjek a színpadra egy lépcsőn, a snasz módon, ahogy kell, hanem beraknak egy ilyen bobba, a kezemhez szigetelő szalagoznak egy ilyen vezeték nélküli mikrofont. És azt találták ki, hogy ahogy ott megyek lefelé, akkor beszéljek közben vicces dolgokat. És ez magát a szabadságot szimbolizálja. Jó ötletnek tűnt. Fiatal voltam. Kellett a lóvé is. Húznak fölfele, tudod, mint a hullámvasúton. Megvan az a pont, amikor átlendülsz és csak lefele. Én abban a pillanatban vettem észre, hogy ahhoz a kezemhez van szigetelő szalagozva a mikrofon, amelyik oldalon a fék van. El tudod képzelni ezt a felismerést? Golyók ütköztek a manduláimmal. Körülbelül 10 perci műsorral készültem be. Helyette ezt lehetett hallani végig kihangosítva, hogy 35 családi bérletet váltottak vissza aznap. Viszont ha túlélsz egy ilyet, akkor te vagy a világura. Úgy jöttem ki a bobból, tudod, így kiszálltam, és így látszott, hogy így végem van. Oda szaladt hozzám egy dolgozó. Azt mondja, én még ilyet nem láttam, pedig nyitás óta itt dolgozom. Maga egyszer se fékezett. Kihúztam magam, és ennyit tudtam mondani, hogy fék. A fék a buzik gázpedálja.
Aztán egy autószalon, ahol mindig extrém dolgokat szeretnek kitalálni. Azt találták ki, hogy ne csak felmenjek a színpadra snasz módon, ahogy kell, hanem beemelnek egy ilyen csörlőszerkezettel. Egy hevedelt raktak rám, és így belógattak. Nem lett volna ezzel gond, ha félúton nem döglik le a rendszer. És a VIP tömeg fölött lógtam, mint egy tehetetlen kötözött sonka. És hiába volt digitális vezérlésű a rendszer, két darab Jóska Pista bácsi szeretle egy praktikeres létrával. Azért megvannak az életünk apró kis finomságai, de tudod, mi a legjobb az országjárásban? Hogy új arcokat ismerhetsz meg, új embereket, új szakmákat. Főleg a céges buliknál van ilyen. Még mielőtt beindul a szaunába este a vonatozás, amikor arra kell figyelni, hogy ne te legyél a mozdony. Már mondjuk a szenes kocsinak sem jobb. Telefonos ügyfélszolgálatosoknál léptem fel múltkor, és olyan érdekes dolgokat meséltek. A telefonos ügyfélszolgálat megvan. Ugye a helpdesk. Ők a frontvonal. Őket hívjuk, ha valami nem működik. Őket szidjuk. És feleslegesen. Te is utálod, amikor ahelyett, hogy embert kapcsolnának, szól ez a nyugtató zene. Tudod? Ami úgy fel tud cseszni, amikor nyolcadjára indul el. Ez megvan? És bekapcsolnak végre valakit, akkor sincsen bele semmi. Egészen más, hogyha velük beszélsz, akik a frontvonal. Ez maga a magyar gyilkos elmék, úgy hidd el. Hihetetlen. Mesélte egy csaj, hogy van, aki betelefonál hozzájuk minden héten. És ugyanazt mondja mindig. És ők már félnek, de fel kell venni. Jó napot kívánok, parancsoljon, Kinga vagyok, miben tudok segíteni? Nincs net! Ennél több információra lenne szükségem. Nincs net! Hát így nem tudok segíteni. Megadná azonosító számát? Megnézném az e-mailbe. Ha lenne net! Annyi fajta ügyfélszolgálatos van, alul értékeljük őket, pedig ők segítenek rajtunk. Van a cuki, a lojális, akit mindig hívhatsz, bármi bajod van, ő mindig segít. Jó napot kívánok, azért telefonálok, mert szaggat az ADSL, nem működik az IPTV. Igen, kérem, ne haragudjon ránk. A cég nevében én kérek öntől elnézést. Ez így megvan. Akkor van az edukatív csávó, aki alter módon segít, de azért érzékelteti, hogy kiül a székbe. Jó napot kívánok, azért telefonálok, mert nem működik az internet, és nincsen tévészolgáltás sem. Értem, uram. Nos, itt a remek idő kimenni a szabadba. Süt a nap, jó a levegő. Havi 10 ér. A legkedvesebbnek számomra a tök őszinte ügyfélszolgálatos. Mondom, jó napot kívánok, nincs nálunk internet. Mire ő? Nálunk sincs. És így ér körbe az egész. Aztán, amikor informatikusoknál léptem fel. Van köztünk informatikus, gyerekek? Meg ne sértődjön. Nem, mert az informatikusokról mindig ilyen rossz, sztereotíp viccek keringenek, ami általában alaptalan. Általában, de nem mindig. Megérkeztem az informatikai kongresszusra, látom, hogy így össze-vissza ülnek az emberek. Nincsen semmi sorminta. Egy, csak úgy össze-vissza. És én mondtam, hogy üljenek már kicsit előbbre, mert fura, hogy össze-vissza ülnek. Egy ilyen szemüveges csávó szót kért. Mondom, tessék. Ennyit mondott, hogy ez nem össze-vissza, ez egy Matrix. Nagyon nehéz innen tovább lendülni, elhiszed? Mi legyen? Legyen informatikus poén. Hát, ha nevetnek rajta. Na, és akkor próbáltam így címbízni velük, hogy hagyjuk az infós vicceket, nehogy megsértődjön rám bárki. Na, ahogy itt elnézlek téged leghátul, és akkor a közönség kezelési trükk, így benéztem leghátra, utolsó sor mögé, mintha néznék valakire, de valójában nem. És kinéztem ott valaki mögé, és mondtam, hogy te már bizonyára nagyon macsó vagy, hiába mondják az infósok, hogy nem elég csajozósok. Bizony, szerintem te már rengeteg puncit láttál, csak eddig még mind pixeles volt. A többiek olyan elánnal rögtek, mintha ők láttak volna másfajtát. Nem volt semmi baj, a műsor úgy, ahogy meg lett mentve. Kivéve az egyetlen csávó, aki mögé néztem, ő gyűlölt végig. Lehetett így látni a fején, hogy ha lenne eszköze, kinyírna. Megvárt a végén. Jött felém, én már rettegtem. Oda jön hozzám, azt mondja, jegyezd meg jól, hogy soha el ne felejtsd. Nem minden punci pixeles. Ez csak processzorom múlik. Hát, köszi! Szoktatok vonattal járni? Megvan a nosztalgiája a vonatnak, még a mai napig is. És nem csak általában az, nem negatívumokat nézzük. Közösség kovácsoló erővel bír, ugye? Ott álltok, vártok, nem jön. Láttam egy ilyen vasútállomás felújításon, hogy egy vadonatúj táblát avattak. Vonatot nem javítottak, csak egy hatalmas nagy LCD kijelzőt raktak ki. Ki van írva, hogy honnan, hová, melyik vágány, stb. És látom, hogy a mai napig is előre bele van gyártva a táblába egy ilyen rovat, hogy késés. Engem ez zavart. Hát ez predesztinálják a sikertelenséget. Én mondom, oda megyek egy vasutashoz, én rákérdezek, engem érdekel. Ez közpénzből működik, igaz? Oda megyek egy vasutashoz, aki éppen rágta a saját bajszát. Mondom, figyelj csak, ha a vonatok pontosan járnának,
Nem kéne ilyen rublika a táblára, hogy késés. Ennyit mondott a csávó. Ennyi erővel váróterem se kéne. Jártatok úgy vonattal, hogy külföldre? Olyan helyeken, ahol nem volt Schengen, és szétszették a vonatot? Az is olyan érdekes volt. Mindig gyanús voltam nekik. Engem mindig szétszettek. A táskámat, a kupé tetejét leszették. Megnézték, hogy viszek-e ki oda valamit, ahol egyébként olcsóbb. Tehát teljes feldolgozhatatlan. Akárhol voltunk, minden országban egy mondatot mondott mindenki angolul. Ez a something to declare, ugye van-e valami bejelenteni való. Ez szokott lenni. Ezt megtanultuk, odafigyeltünk, és amikor már nyolcadjára történt ez, én már untam, felébresztettek, rohadtul untam, nagyon messze mentem, és már zavart. És hallottam a peronon, hogy hiába vagyunk már Olaszországban, magyarul beszélgetnek lenne a vámosok. Mondom, ezek magyarok, ezzel nem lesz baj. Felszállt a csávó, azt mondja, something to declare. Mondom, figyelj csak, rohadt támos vagyok, mondja inkább, mit szeretnél. Azt mondja a csávó, mi? Mit kérdeztem? A legjobb szerintem a társas utazásban az, hogy a sok generáció összegyűlik, és figyelni, ahogy a sok ember együtt létezik. Ott ültem egy vasúti kocsiba, velem szembe egy öreg bácsi, mellettem meg egy jó csaj, akinek be volt dugaszolva a füle, és egy tableten nézegetett, szerintem képeket, mert ezt lehetett látni így végig, hogy... Ez teljesen hétköznapi dolog ma, már minket nem zavar. Azt láttam, hogy az öreg az így néz. Jött ki a szeme. Fél út telt még csak el, nagyon kevés idő telt el. Látszott a csajon, hogy óriási nagy baj van, elfogytak a képek. Na most mi legyen? Csak nem fog felcsapni egy könyvet, szerinted ekkora baj nincs? Elkezdte visszafele pörgetni a képeket. Az öregnek már kocsányon lógott a szeme. Ezt már végképp nem tudta feldolgozni. Egyszer csak felállt, odament és szó nélkül ráköpött a tabletre egy hatalmasat. Így nézett szegény nő, a csávó ennyit mondott, hogy nézze meg, most talán legyűrül az a szar végre. Egész más generáció, más-más kütyük, más-más eszközök. Na de most már egész másra használjuk ezeket az eszközöket. Ki az, aki ismeri ezeket az internetes párkereső alkalmazásokat? Tinder és társai. Senki? Hú, de csönd lett. Béke van. Ugyanúgy kell a Tinderen csajozni, mint régen a kocsmában. Aki tetszik, az jobbra húzod, az kész. Vagy jön, vagy nem. Aki nem, azt x-eljed kifele a francba. Tök jó, én regisztráltam egyszer a Tinderen. Az első 50 üzenet, ami jött csajoktól, ennyi volt benne. Szia, nem akarok semmit, csak jelzem, hogy valaki visszaél a képeddel. Egyem a szíveteket. Aztán végre jött egy találat. Végre jött egy igazi találat. Ennyit írt a csaj. Szia, komoly kapcsolatot keresel, vagy futókalandban gondolkodsz? Hú, ez végre egy igazi. Tettem a hülyét, az olyan menő, hogy miért tetszik kérdezni? Ennyit mondott, hogy csak azért mondom, azért kérdezem, mert hogy a komolyat szeretnél, az valamivel többe fog kerülni. Mi történt a világgal? Nagyon hamar elmaradtak a találatok. Egy se jött, de tényleg egy se. Hát hova tűntek a perverzek? Engem ez nagyon bántott. Szóltam a haveromnak, aki nagy csajozós, hogy nézd már meg a telefont, valamit elszúrtam volna vele. Nézi, azt mondja, hát elég rendesen elszúrtad, barátom. Mi? 18-tól 30-ig lőtted be magadnak a csajokat? Hát te már ezen túl vagy, ember. Tolt fel az életkort a maximumra, adjál magadnak esélyt. Tudod, mennyi a Tinderen a max életkor a csajoknál? 55 év. Bekapcsoltam. Egy héttel később randiztunk Manci nénivel. Nem volt köztünk semmi, de isteni befőttet csinál, azt kell, hogy mondjam. Na, szóval szerintem nagyon sikeresek vagyunk, és nem csak a sportterén. Most már tényleg valamit virítani kéne a zenében is. Én annyira várom, hogy végre megnyerjük az Eurovíziós Dalfesztivált. Vagy legyünk benne az első 5-ben, vagy a 10-ben, mint régen. Hisz benne valaki rajtam kívül? Egyedül te, meg néhány, ó, de ügyesek vagytok. Bízni kell, gyerekek, meg jó jelöltet kell küldeni végre. Én minden évben mondom, írok levelet is, de le se szarják, hogy a Gangsta Zolit kéne kiküldeni tőle. Hát nem a legjobb énekes, meg nem is énekes igazából, de körülbelül úgy néz ki, mint mi. Ez is sokat jelent. Pár éve kiküldtük Kállai Szanders Andrást, meg van, aki egy zseniális énekes szerintem, de így külsőre tuti bezavarta azért a külföldieket, akik még sose láttak magyart. A két skandi, gondolj bele, nézegetik a papírt, forgatják jobbra-balra. Te, smörgél-sörge, gyere már egy pillanatra, te! Se segíts már, hagyd abba a mikka-makka asztal összeszerelését, gyere! Ott van a papír, hogy Hungari, te, azok kicsodák, azok egyáltalán hogy néznek ki? Várjál, megnézem, kit küldtek. Olyan magas, vékony, feketék a magyarok. Gondolhatták. Mondjuk a pápai Jocival se tettünk rendet a fejekbe, az is igaz. De minden év egy újabb lehetőség.
Nagyon fontos, hogy soha ne szúrjuk le a generációt. Utálom, amikor valaki azt mondja, hogy ilyen mai fiatalok, úgy a mai öregek, stb. Mindenki fontos a számunkra. Az időseink is, a gyerekek is. A fiatalok a legeslegfontosabbak, hát ők fogják összerakni az én nyugdíjamat. Remélem, addigra hazajönnek Londonból, a fekete mosogatóból. Én várok vissza mindenkit nagyon. Egyik legfontosabb üzenet az életben, hogy amit szeretsz, ami örömet okoz, ahhoz ragaszkodj. Nekem is van pár apró hobbim, semmi extra. Például szeretek moziba járni, de nem úgy már, mint régen. A mozinak valahogy elveszett a tisztessége, ha belegondolsz. Nincs az a csönd, nincs az a színház feeling, hanem valahogy azt látom, hogy mindenki beül, villog, telefonál, csapkod, őrjön, köpköd, és nem vagyok ennyire papa. Járok még moziba, csak már nem megyek premier héten. Kitaláltam azt, hogy várok egy pár hetet. Addigra lepörög mindenki, és már csak néhányan a tényleg filmértők ülnek ott, és mi figyeljük a cuccokat. Megvan? De mi van akkor, ha olyan film megy, amit annyira szeretnél megnézni, hogy nem vagy hajlandó várni, a saját szabályaiddal is szembe mész? Ez most jutott eszembe, ugyanis most egy filmnek a második része ment a moziba. Volt ez az Az című film, a horror bohócos. Emlékeztek rá? Ez minden nyelven jól lefordítható volt. Angolul, itt, németül, ez, szlovákul, to. Mindenhol kioszták két karakterből, zseniális. Én kíváncsi voltam rá. Nagyon nagy butaság volt elmenni premier héten. Full tele volt a mozi, off-rogy, touchdown, így ültünk, szanaszét. 18-as karikás film, de kölkök ott rohangáltak, pelenkás gyerekek szaladgáltak a sorok között. Kezdett zavarni. Nem akarok itt ítélkezni, nem akarok rendőrködni. Én szeretem a filmeket úgy élvezni, hogy kitalálták. A vígjátékon szeretek nevetni, a horrorfilmen szeretek borzongani, hiszen így találták ki, igaz? Mindenkit beengednek már a moziba. Nincsen korhatárnézés. Hátra néztem, ott ült egy 8 gyerekes család, de tényleg? Minden évjáratból egy-egy gyerek, mint az orgonasípok, így. 2 visszanemtérítendő csok, minimum. Szeretek megijedni a horrorfilmen, de így nem tudtam. Mert ahányszor feltűnt az a szerintem elég ijesztő bohóc a vásznon, és csinált egy ilyet, hogy mindig megszólalt egy ilyen nagyon unott gyerekhang a hátam mögött, és annyit mondott, hogy Göci. Nekem úgy elment a kedvem, ez biztos, hogy nem a filmből jött, ez valahonnan hátulról. Hátra néztem, és annyi eszközöm maradt, hogy nagyon csúnyán ránéztem az anyukára, az a legcsúnyább nézése, mennyit tók össze, hogy... Látszott az ő fején is, hogy így tényleg kár volt a kiskölyköket elhozni moziba. Próbálta őket ott fegyelmezni, de hát nem lehet gyereket fegyelmezni. A gyerek olyan, ha rászólnak, még jobban csinálja. Aki mögöttem ült, úgy elkezdte a figyelmeztetés után rugdosni a székemet, így ezerrel, hogy röpült a nachos 1000 fele, pedig nem 2 forint. Anyuka taktikát váltott, és rákiabált a legkisebbre, azt mondja, Szulejmán! Te, ha nem maradol csöndbe, figyeld meg, az lesz. Legyen a bohóc bácsi a vászorról, azt megbasz. A teljes moziterem ledöbbent, érted? Így tartottuk a nachoszt. Senki nem mert beleharapni, nem mertünk hangot kiadni. Egyesével elszopogattuk. Tudod te, meddig tart elszopogatni egy nachoszt? Még egy nagyon fontos dolog. Olyan bizalmatlanok lettünk egymással. Hogy mindenki sasol. Ha valakivel valami jó történik, nem akarja elhinni. Én meg szeretek jót tenni. Tudod? Nem látszik így rajtam, de hidd el, van bennem sok jó. Egy fesztiválon léptem fel. Maradt 2 napi jegyem. Nekem nem volt akkor senki, akit vihettem volna. Úgy jöttem ki egy fesztiválról, hogy arra a napra volt 2 napi jegyem. Teltházas volt, nem lehetett már pénzésre venni. Nálam meg volt 2 jegy. Mi legyen? Na mi legyen? Pistike összekapja magát és odaadja ajándékba 2 szerencsésnek. Gondoltam én, hogy ez jó ötlet. Én nem tudtam, hogy ilyen bizalmatlanok ma már a fiatalok. Oda mentem 2 jó csajhoz. Sziasztok, csajok! Nem lehet már egyet venni egyébként, de van 2 napi jegyem. Tessék, fogadjátok el. Nem kérek érte semmit. A 2 csaj. Köszönjük! Nem kérjük! Úgy szaladtak el, hogy csíkot húztak. Nem esett jól. Hát mondom, akkor így jártatok, csajok. Odaadom 2 faszinak. Ennyi. Oda megyek 2 csávó. Sziasztok, srácok! Szeretnétek venni egyet? Igen, igen, azért állunk sorba. Nem lehet már egyet venni. Tényleg? Viszont nekem van 2. Teljesen free. Vegyétek el. Nem lopott, nem hamis. Tessék. Köszi, nem kérjük! Már rohantak el. Nagyon szarul esett. Így kezdtem magamba így kételkedni. Hogy ekkor átváltozott a világ. Te, én olyan mérges lettem. Jót akarok, és nem kell senkinek. Aranyátok mindenit. Itt 2 ember akkor is bulizni fog ezen a kurva fesztiválon. Ha bele is döglök, érted? Oda jött 2 ilyen korpás, zsíros hajú gyerek felém, mondom, te meg a hülye haverod! Igen. Itt van 2 jegy, bementek erre a rohadt fesztiválra. Mi nem akarunk, csak jöttünk valaki elé. Ki a francot érdekel?
Itt a két jegy, húztak befelé. Jó van már, hülye vagy. Jót tettem. Kicsit erőszakolni kellett, de jót tettem. Jót tenni jó. Megvan, amikor jót teszel, és így rád száll valamiféle szellemiség. Tehát egy ilyen jó érzés. Beülök a kocsiba, leengedtem az ablakot, így megyek ki a fesztivál területén, így látom a többieket, óriási, reménytelen sorok a jegypénztár előtt, hiszen nincsen jegy. Én meg így voltam vele, így jártatok, nyomorékok. Vezdeg az én kretén havarom, meg már ott szeletel a technósátorban. Megyek ki a tömegből, már nem volt senki, már tényleg elosztott a vége, én meg boldog voltam. Az árokparton egy gyönyörű szép lány ült egy táblával az ölébe, amire ennyi volt ráírva, napi jegyért szopok. Ennek a történetnek nincs tanulsága. Ha lenne, se az lenne, hogy ne adj ajándékot senkinek. Csak ne kapkodd el. Hoztam nektek pár képet az internet mély bugyraiból. Lesz benne pár ismerős kép talán. Mindenfélét lehet venni. Minden vacak oldalon. És szoktunk is. Mai napig nem tudom, hogy mi volt előbb. A tyúk vagy a tojás. Gyerekek, kurvára egyszerre volt. Annyira mondják, szokták mondani, hogy annyira paraszt vagy, hogy üstház volt a járókád. Az AliExpressnek köszönhetően már mondhatjuk azt, hogy olyan paraszt vagy, hogy császárszalonnával mosol fogat. Aki unja már ezeket a buborékfóliákat pötyögtetni, az már meg tudja venni ezt digitálisba. Lenullázható, full lustáknak. Azt mondjuk, hogy a gyerekeink miért vadulnak el mostanában? Nem tudjuk, de nem segít a ceruzahegyező. Jártatok már úgy, hogy éjszaka nem akartatok kimenni a WC-re, mert sötét van. Mennyire szexi érzés, hogyha húzod magad után a fluoreszkáló WC-papírt. Annyi mindenen gondolkodtam, hogy hol legyen tetkóm életemben, megmondom őszintén, a pöcsöm volt az utolsó. Sok minden nem férne rá, de van egy ilyen mobil Willy tatú. Ha esetleg fel akarod dobni a parti hangulatot, vagy túlságosan uncsivá válik a gangbang. A horkolásom, amíg lesz szó, a horkolás ellen rengeteg eszközt fejlesztettek ki. Ez például egy boxkesztyű. Ahol nemes egyszerűséggel a horkoló párodat orba kell baszni, úgy, ahogy van. Valószínűleg nem old meg semmi, de legalább röhög rajtad egyet a csaj. Van ember, aki szeret vendégeket fogadni, és van, aki nem. Ha te a kettő között vagy, akkor mindenféleképpen érdemes beszerezni egy ilyet. Ez a beengedjem? Nem tudom, majd kiderül. Dolgozzon érte. Ezt a matit akkor veszed a csajnak randira, ha szereted, de még nem annyira. Az a durva, hogy ha veszel egy ilyen szeretlek feliratú matit a csajnak, ezt még ki tudod dumálni, ha mégse jönnétek össze. Gyakorlatilag ez egy kicseszés. Ez egy nagyon cuki dolog gyorsfürdőzőknek. Azt hiszem, hogy nem igényel semmiféle magyarázatot. Ha van gyors pisi, akkor van gyors zuhi is. A legjobbak az angolok, lehet kapni semmit 5 fontért. Én vettem egy kerek semmit, de 6 fontért akciós volt a háromszög alakú semmi. Ugye férfi társaim, mi járunk is WC-re, mi be is valljuk. Nekünk azért el kell tölteni valami az időt. Azért egy szudoku a budin, főleg, hogyha rájössz, hogy az a pötty az nem egy nulla. Most a borászat nagyon feljött. Itt áll már ilyen rossz lőrét, amikor így mondták, hogy milyen volt a bor? Hát legközelebb. És ezt csinálhatod ezzel az eszközzel. Ez én kedvencem, ajándékba kaptam. A magyar 5 darabos autószett. Mi van benne? 4 darab autó. Ezt az oroszoktól kaptam, ez egy diétás étkészlet. Lyukas a kanál, a villam meg a kés gyakorlatilag használhatatlan. Nem tudom, miért küldték, de nem használom. Ha pedig szeretnél elmenni külföldre, de nincs sok pénzed, akkor javaslom a szomszédországban található Brazíliát.
Ezeket a képeket csak bemelegítésnek hoztam, ugyanis egy sikamlósabb téma jön most. Nem tudom, kit mennyire zavar a szexualitás, mint téma, így beszéd szempontjából. A szürke 50 árnyalata óta történt valami, ugye? Megnyílt egy kapu. Annyiféle eszközt lehet kapni, hogy szinte beemelkedett így a napi szükségletei eszközünk mellé. Tehát a kilós kenyér mellett már ott van egy dildó, bármelyik boltban. A Los Analos nevű dolog úgy hangzik, mint egy hangulatos mexikói kisváros, de mondhatjuk, nem az. A neve, ami oda lesz írva, az a hivatalos interneten megtalálható eredeti neve. Ennek az a neve, hogy Análcsúcsdísz. Hát nem tudom, kinél milyen szar a karácsony. Most mi lesz a csúcsdísz? Hát minden igaz, anyád fog ráülni. Ez nem egy egyszerű krém, ennek van hivatalos neve. Elfenekelés utáni nyugtató krém. A pedagógia mostanában, ugye a tanároknak már védekezik a gyerekek ellen is. Hát ez kulcstartónak is néz ki, proxikorongnak, csipogónak, sokkal egyszerűbb a magyarázat. Ez egy kényeztető ujjacska. Fogalmam sincs, kinek milyen ujja van, de biztos, hogy nem ilyen. Nem, ez nem egy egyszerű vonalzó. Ez a keresztségben azt a nevet kapta, hogy megtorló vonalzó. Az a durva, hogy előtte valakinek sérelmet kell okozni, meg tudja állni. Hát ez egy nagyon egyszerű, úgynevezett lehelet frissítő mentolos cukorka. Mondták meg így neked a buszon, hogy hallod, nagyon... nagyon pösszagú a leheleted. Jégkocka készítő hölgyeknek. Fasz a koktélokat lehet vele csinálni. De akkor már egyenlítsünk ki, és van jégkocka készítő uraknak, Rubenszi, hogy ne legyen ebből se balhé. Ez úgy néz ki, mint egy-egy két kilós kenyér. De ez nem az. Milyen jó lenne azt mondani, hogy én találtam ki, és én rajzoltam őket, de nem, ez kapható. Az a neve, hogy unisex farokpapucs. Biztos lesz, aki majd sorba áll a segberúgásért, én biztos, hogy nem. És most átmegyünk a buli magasabb fokozatára, ahol a kedves kisállatok érkeznek meg. Ő parti bárány. Én nem tudom, ki milyen buliba volt életében már. Nem valami bizalomgerjesztő. Szintén mosolyog, ugyanis ő a foltos boci. Itt a marketing osztály már fáradt. És ő mi? Pajkos kacsa. És az én személyes kedvencem a tüzes csacsi. Azért az állatvédők már tiltakoznának akkor is, hogyha ezek ilyen gumiból lévő felfújható eszközök, és az utolsó kép az én kedvencem, olyan, mintha a menő Manó vagy Alekosz azt kérdezné, hogy miért pont én? Pedig ő egy vibrátor klitoriszkarral. Szóval ilyenek vesznek körül minket. Köszönöm szépen, hogy kibírtátok. Remélhetőleg a lelketek nem lett oda. Hogy horkol egy hollywoodi sztár, ha egyáltalán horkol? Good night, darling. Good night. És mi a magyar rögvalóság? Jó éjszakát, Gizi! Fábri Sándor nagy rajongója vagyok a mai napig, is egy kis design centert szeretnék nektek bemutatni, amennyire érdekel benneteket. Egy nagyon érdekes cikket olvastam. Állítólag a váló okok listájára, ami miatt a nők elválnak a férfiaktól. A horkolás feljött az 5. helyre. Ez ennyire kardinális? Drága hölgyek, tegyétek már fel a kezeteket, akinek horkol pasi, a férje, barátja, hagyj lássam. Néhányan. Aha, hú, de óvatosak. Ez ennyire intim kérdés? Te két kezedet is felraktad. Van egy-két bátor az, de tudod, mit látok egyébként innen? Megfélelmített női szemek. Mellettük a faszinak a szeme rajtam marad, és így fordul a nőhöz, hogy... Fölrakod a kezed, gyalog, mész haza. Nem is gondolnánk, hogy a horkolásra külön iparágat fejlesztettek ki. Mindent lehet. Nem tudom, ki az, aki vásárolt már valami horkolásgátló dolgot a pasiának. Mindent lehet venni, gyerekek. Bemutatok egy párat nektek. Horkolás gátló párna. Ez max akkor gátolja a horkolásodat, hogyha szádba tömött dobozostól. Itt is a marketing erősebb volt, mint a tartalom. Természetesen, hogy egy barbershopból szabadult arab fejű gyerek. Az kell, hogy rajta legyen szakállal és ecsetfejjel. De nem ezek horkolnak, hanem az ilyen kis köpcös dagadtak, mint én.
úgy igazságos, ha be is mutatok mindent. Ez nem más, mint a horkolás gátló spray. Ez akkor veszi el a horkolásodat, ha lenyeled dobozostul. Egyik kedvencem a horkolás gátló karóra. Fel kell tenni a kezedre. Ilyen unatkozó, nőmentes brit tudósok találták ki. Az a lényege, hogy megérzi a horkolásodat, akkor egy kis áramütés küld beléd. Barátságos, mi? Fogod és így jó éjszakát szíven, felraktad az órát? Igen, tegyünk egy próbát, jó? Szia, szia! Olyat odaver, pedig csak egy elem van benne. De tudod, mi a szar? Felülsz utána, ülsz az ágyon, így... Mi fog történni, ha megnyugodtál? Visszaalszol, megint horkolsz, megint megráz. Semmi nem változik, csak már neked is szar. Mintha egy nő találta volna ki bosszúból. Van még, várjál. Hát nem is tudom, mivel kezdjek. Van ordugó, amit nagyon ügyesen kitaláltak nekünk, van belőle páros, családi verzió, ha esetleg mindenki horkolna. Ez a legkisebb, ezzel indítok. Nem tudom, hogy ez mennyibe segít abban, hogy a horkolásomat elviseljétek. Egy kicsit megemelkedik tőle a hang szám valahogy, de a kitágult orjuk, de ennek az igazi megoldása. A horkolás gátló tapasz. Figyelj! Felrakod az orrodra. Van már annyi smink rajta, hogy nem fogsz hallni semmit, de így széthúzza az orjukakat. Széthúzza az orjukakat. Küzd ellene, de nem engedi. Ki kell venni ezt valószínűleg. Rá kell nyomni a pasimnak az orrára. Nyomjad rá, mert drága volt. Úgy fogsz kinézni, mint egy földeletlen konnektor. Figyelj! De ez a lényeg, mert a kitágult orjukon keresztül több oxigén jut be, ezáltal nem horkolsz, vágod? De nem is alszol, basszus. Úgy fogsz kinézni, mint egy ilyen begőzölt Shrek. Innentől a csajok se alszanak. Hát képzeld el ezt a fejet így magad mellett. Pluszba felakadt szemekkel. Szörnyű, és a listának nincs vége. Aki igazán biztosra megy, annak van egy állkapocs kitámasztó. Na figyelj! Ettől nem tud mozogni a szád, de biztos, hogy nagyon frankó. Kicsit olyan, mint egy ninja, egy ilyen bankrabló. Az a durva ebbe az egészbe, túl azon, hogy rengeteg pénzt vesznek le tőlünk, hogy a horkolóknak nincs érdekvédelmük, meg nincsen szakszervezetünk. Minket nem véd senki, ha belegondolsz. Hollywoodi filmek se segítenek sokat, igaz? Hogy horkol egy hollywoodi sztár, ha egyáltalán horkol? Hogy horkol egy George Clooney? Ez a good night, darling, good night. Még én is mellé feküdnék, bakker, esküszöm. És mi a magyar rögvalóság? Hogy néz ki az egész? Jó éjszakát, Gizi! Ez a magyaros, pacalos, orcimpa remektetős. Mint amikor nem indul pöcre a tank. És most viszem be a kegyelemdöfést ebbe az iparágba, figyelj. Ez nem más, mint egy vákumos, nem cumi, de majdnem. Ez egy úgynevezett vákumos nyelvtámasz. Mindent a műsorért, figyelj. Na, innen hallgatom. Köszönöm. A szex és az erotika mindennapjaink részévé vált. Sokan túlmisztifikálják, van, aki fél tőle, valaki tabuként kezeli, pedig a felnőtt filmesek is emberek. Gondoljuk el, hogy ők is dolgoznak, nekik is megvannak a dolgos mindennapjaik. Egy jelenet formájában szeretnénk őket közelebb hozni hozzátok. A jelenetet ketten fogjuk előadni. Rajtam kívül itt lesz még a színpadon az én színpadi élettársam, a Kívánságszatyor megalkotója, Bellus István. A szituáció annyi, hogy két felnőtt filmes összetalálkozik egy forgatáson. Szia! Új vagy itt? Még nem láttalak ebbe a stúdióba. Ma helyeztek át ide hozzátok. Hallod? Be is mutatkoznék. Johnny vagyok. Johnny Endoscope. Örvendek!
Én meg Ricardo vagyok. Ricardo Spoon. Részemről a szerencse. Jó hülye művész neveink vannak azért, nem? Mondjuk még jobb, mint az eredeti. Bár mondjuk az enyém elég találó, az endoszkóp, ha érted, mire gondolok. Szerintem a Ricardo Spoon is elég találó. Engem ugyanis Kanalas Ricsinek hívnak. Akkor én is bemutatkoznék, jó? Kázmér vagyok. Reisz Kázmér. Örvendek. Látod, mégiscsak jó, hogy előszedtük ezeket a művésznöveket. Gondolj bele, milyen hülyén néznek ki a valódi nevünk a pornófilmek stáblistáján. Hát egész más lenne a csattanó a film végén. Mennyivel jobb ez, nem? Hát most, hogy jobban belegondolok, én emlékszem rád. Hallod? Nem te játszottál annak idején az Újra szól a két lövetűben? Hát de én voltam. Azok voltak a régi szép idők. Akkor még két lövetű volt valóban. De hát egyszer képzeld el, még Oscart is kaptam a Faszablanka csók jelenetéért. Ez egy nagyon szép film volt. Arról hallottam. Amúgy én se sokkal később kezdtem a szakmát. Egyszer egy tiroli filmben voltam, Jürgen a szűz birkapásztor. Aztán felfedeztek és megkaptam az első komoly szerepemet a, nem tudom, láttad, de a Hortobágyi 9 lyukú nő című filmben. Hol van az már, hallod? Ide is beütött a válság. Képzeld el, múltkor forgattuk a Házi nyúra is lövünk című. Csodálatos film. Láttad? Jó, elvittem. Na mindegy, az a lényeg, hogy félbe kellett hagyni, képzeld, mert a memóriakártya betelt. Azt mondták, hogy zárva van a webáruház. Ki az Isten érti már ezt, hallod? Ó, ha ne is mond, a konkurencia minket is kicsinált. Te, azok a perverz németek is inkább az olcsó románoktól rendelnek animált. Ó, te. Pedig olyan jókat csináltunk annak idején, olyan jó filmeket. Volt az ember legjobb barátja, akkor volt a lovaknak is belövik, ugye? Meg az izzadó csirkeól 9. 9? Igen. Jó, kimaxoltátok a csirkeólat, hallod? Nagyon, nagyon felhígult a szakma. Egyre több sutyó jön ide a helyünkre, át akarják venni a stafétabotot, ha érted, mire gondolom. Hallod, hogy kérdezek már valamit, te szoktál használni már ilyen fickósítókat, tudod? Ó, mi az, hogy hallod, egyre több új recept van, amit ki kell találnom, hogy azért így a... Hát, hogy a fény végéig azért ki tudjam húzni, képzeld el. Hát, amit most így használok minden reggel, van az a viagrás rántotta. Na, az nagyon, finom. Ez a nem semmi. Hallod, az is olyan fura, hogy már a sima szexfilm nem is pálya. Az már nem kell senkinek. Múltkor hozattak nekem egy zombi nőt Haitiről. Forgattuk a Te már egyszer megdöglöttél értem című filmet. Te tudod, milyen nehéz érzék ilyen szexelni valakivel, aki feszt meg akar harapni? Az, mi meg forgattuk most a Mufót. Hoztak nekem egy földön kívülit, hallod? Hát, nagyon izgultam, mert hát nem nagyon tudtam, hogy mihol, mert erre már fel akartam hívni Pataki Attilát, hogy hát, ha ő tud valamit, de... Ilyen semmire nem reagált szegény, hallod? Én, ha néha bip-bippelt, mint ez a gyalogkakuk, de... Azt egyszer csak fogta magát, elrepült. Hallod, azóta se egy SMS, se egy Snapchat, semmi, hallod? Hát hallod, a mi szakmánkban nem sok érzelem fér bele, az igazság. Egyébként neked mit szól az asszony ehhez a melóhoz? Nekem belenyugodott, még örül is, hogy nem bántam otthon érte. Nektek mi a helyzet? Hát nálam csak akkor morog az asszony, ha hazaviszem a munkát. Egyszer egy nyári konyhában csináltunk castingot, akkor mérges volt egy hangyányit. De mondjuk nekem már mindegy, 6 gyerekem van. Tehát a legnagyobb a kis Escobar 11. Hát kész férfi. Egyszer beugrott helyettem dublőrnek. És nem zavarták ki a stúdióból? Hát ki akarták, de a színésznő már nem engedte. Tiszta apja az a büdös kölök. Na, kolléga, ideje ezt bemosakodni. Neked mi lesz mára? Ma fejezzük be a Torokgyík harmadik részét. Neked? Nálunk lesz most ez az első ilyen porno musical. Na, már olyan is van. Mi a címe? Annál az első ügyetlen csóknál. Ez a címe. Szép, tényleg szép. Azért csak van még melód, látod? De azért B-terved van, hogyha ez befutcsol. Ó, hogy ne lenne. Hallod, kapkodnak érte. Múltkor már hívtak a konyhafőnökbe. Hát miért, te tudsz főzni? Hát főzni nem tudok, de nagyon jól melegítek, meg hát időre ki tudom verni a húst. Azért elég fontos dolog, érted? Hát én meg szerintem nyitok egy pornóegyetemet. Pornóegyetemet? Az milyen tantárgyak lesznek? Hát biztos lesz emelt szintű francia. De ez ilyen könnyű, tehát az is átmegy, akit meghúznak. Azért még jó, hogy legalább ebbe a politika nem szól bele, nem? Azért arra ne vegyél mérget. Nem hallottál a csávóról, aki most az országban minden nagy dologra ráteszi a kezét? Ne is mondd, hallod, reggel indulás előtt kétszer megnézem a sliccet, hogy rendben van-e, hallod, ne? Hallod, te, ki az a lány, aki négy kézláb tolat felénk? Nem tudom, de szerintem lassan kezdünk. Na, jó munkát neked! Jó munkát, szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél! Köszönjük szépen Bellus Istvánnak, hogy itt volt!
Én pedig köszönöm nektek a figyelmet, nektek is, és nektek is. Köszönöm szépen.